Na, akkor remote Ne removal, na ott van. Ennyi. Easy-ke. Bence, nem bírtam volna ki, hogy ne csinálja meg. De egyébként teljesen átérzem. Ilyen szokott lenni nekem is, amikor gameplaybe már nem tudok valamit megengedni. Farming szimulátorban volt az a rohadt buszos dolog. Mert egyszerűen tudja az ember, hogy meg tudná csinálni. És nem lehet elengedni ilyet. Nem volt ez olyan sok idő szerintem. Nem. De meg nem is baj, hát Negyed figyelj. óra talán. Nem is baj, hát hiszen ez szerintem tök jó volt. Hát figyelj, hogyha nem Igaz, lennének. hogy nálam rajta van az a plusz log, és az kilóg, de mindegy. Nálam nincs. Nincs. És Oké. tudom, mi ebbe a súlyba jó? Na. Rölgéssel fölveszed egy pótot. Az jó. Ó, hát meg a nagyobb tapadásod lesz talán. Hát mondjuk nekem el kell lebajt, szerintem ezzel a kettővel. Úristen, hallod? Jaj, nem itt kellett volna jönnöm. Nem Jaj, baj. jaj. Nem jó hely. Na, ott mondjuk nem kellett volna menni, igen. Nem jó, itt van egy ilyen korlát. Látom. Úristen, hallod? Ezek a pótok. Ajna meg itt a Darunál, itt elmegy a izé. Azt a betyár. Mondjuk 45 litert. Epöfögtél itt? Elpöfögtöm itt a nagy rakodásba. Pedig egyszer vissza is ugrottál. Ja. Jó, elhagytad azt a plusz logot. Oké. Basszus, nagyon beteg ez, hallod? Ez ide lehet, hogy... nem tudom, hogy fogjuk ezt megoldani. Ezt a Jó lesz, hogy kettő majd eléd póttal. megyek, aztán húzlak. Hát aztán hogyan? megoldjuk. Te én nekem... Amúgy is előtted kell mennem. Figyelj, olyan... próbáld meg úgy kitalálni a logisztikát, hogy ne menjünk sárba, meg vízbe sehol. Jó, ez most a feladat. Hogy Sárba, oké. se sár, Figyelj, se víz. Hát pedig én azt gondoltam, hogy ott megyünk le, ahol feljöttünk. Jó, figyelj, rád bízom, ez sikerüljön. Ez a... Kint egy rába, hogyha... Itt a rába, igen. Hol van? Ja, még odébb. Kultivátor van rajt. Mindjárt át fogok a rábára azt. Nem, nem. Túl könnyű lenne. Te is jössz? Jössz? Vagy hol vagy? Vagy már mész? Vagy... Persze, jövök csak, hát lőttem. Ja, látlak, aha. Félek egyedül, basszus, hallod? Sőt, félre is állok itt, még ahol el tudok indulni. Hát ez nem lesz egy... Jézus úristen, hátra nézek. Rendesen félelmetes ennyi logot cipelni. Azt a betyár. Ez beteg. Édes Isten, ez nagyon durva. Felrángatom, aztán jövök. Mert itt nem jó, nem fogsz följönni szerintem. Beteszem elbe. Figyelj, nem rúg meg, fölmegy. Megyek, megyek. Izét kellett volna. Ja, nem. Ja, homlokrakodód van. Nem erre, valamelyikre lehet tolólapokat is. Azt hiszem erre az MTZ-re, a picire. Igen, a picire lehet. Figyelj, fölmegy ez. Fölmegy, föl fog menni. Igaz, hogy így ketyeg. Felező minden van, szerintem. Ja, de én most nem is tudok húzni, mert ugye húzom. Nem, aha, jó ez, oké. Úgyis neked is föl kell venned majd azt. Jó, hát ezt kitaláltuk azért. Megint kellett egy kis improvizáció. Szóljál, ha megvárjálak. Minden oké. Hát ennyivel tudok menni, de ezt stabilan tudja itt. Aszfalton persze. Jó, de mondjuk azért rajtam van mennyi? 6 darab. Vagy 2 darab. Medium log. Ja, ilyenkor a vincselés is kiesik. Eszembe jut a legelső Spin Trials videóm, amikor csináltam, akkor láttam először a játékot. Ezt mindent ilyen spontán próbálok ki, nem nézek utána. És nem tudtam, hogy lehet nem vincselni.
Úristen, hallod, mekkora szenvedés volt? Hát, hát igen, a sprintelőzben a sár volt. De rendesen. Az is így, hú, azt is élveztem kijátszani, amúgy. Igen. Meg az Ott volt, nagy feeling volt a Csernobilos mappa, amúgy. hogy... Ja, meg az nagyon durva volt, hogy amikor már teljes verziós Spintrion-szal játszottál, azt ilyen 1 giga abban volt a játék, vagy nem tudom, valami nagyon minimál volt, arra emlékszem. Ezt egy olyan kicsi file mérettel megoldottak egy ilyen. Ezért nagyon bonyolult játékot, úgymond. Na, már egy kicsit, bocsánat, hogy én belepörgetek az időbe. Pedig ez az este ez nagyon jó. Ez bocsánat. Ez a bak sötét. Azért így videóban is talán egy élvezhetőbb, de írják meg a kommentelők, hogy ha akarják, én nem pörgetek bele, hogy milyen legyen. Hát ugye alapból a SnowRunner-ben nem volt ez a faszállítós dolog. Ez egy teljesen új kategória. Season 3-ba jött be. Tényleg? Én nem is Igen. tudtam. És mindegyik pályára. De Mert durva. ugye kapcsoltak, hogy hát a Spin Tires SmudRunner erre épített. Aha. És ugye nagyon nagy nosztalgia Nosztalgia faktor. faktor, igen. Ja. Ez, ja, tök jó. Nem is tudtam, én nagyon nem követtem. Nem tudom, Spintire SmudRunner után elég elengedtem ezt a dolgot. Egy-kétszer játszottam vele, de szerintem összesen 20 részt nem vettem fel, vagy magyarul 20 órám nincs az egész játékban. Mi elég szégyen, de... Hát igen, mikor elkezdtük, akkor még 20 pár órád volt. Igen. Egész Mit jó-e? akarsz? Azért aszfalton jön az. Jó ez. Tér jobban fog egy elmenni. Nem merek nagyon váltogatni ebben az L hosszúba hagyom most. Mármint ugye felső L-be, vagy nem tudom azt, hogy... Na mondjuk nekem ebbe az MTZ-be csak sima L van, L plusz, meg L minusz, L hosszú nincsen. Ja, úgy mondom, hogy L plusz meg mínusz. Ja, mert van, amelyik ilyen Ja, hosszabb mert el. ugye a másikban L hosszú is volt. Egyébként ez a mod, nézőknek mondom, hogy ez nem ugyanaz az MTZ, mint amit eddig használtam, kiskabinos, hanem ez egy teljesen más. Azért lehetett rárakni ezt az erdészeti, ezt a bukókeretet, meg egyébként lehet rárakni rögvonszolót, meg minden ilyen csuda dolgot. Rajtad van már két pót, vagy még, ja, még nem vagyunk ott. Mi? Hát szép lassan megyengetek, nem akarok Oké. előre. Okay. Ja. Várj meg, légy, még akármi történhet. Hát meg fog is. Bogis! Ez jó. Az lesz a baj, nem tudjuk normálisan mondhatni egymást. Ez kellemetlen. Egyébként Bundi haverom, aki nagy ilyen, hát ő is Spintires, meg SnowRunner őrült, ő is írta, hogy de kár, hogy nem tud velünk jönni játszani. Meg egyébként pont az a srác is, aki írta, hogy menjél előttem, mert tök jó néz ki, amikor dölöngéz. Ő is írta, hogy nem lehet valamikor majd csatlakozni. Hát valamikor lehet egyébként, van ilyen public is, nem? Csak az a baj, akkor meg lehet, hogy így olyan emberek is becsatlakoznak, hogy ilyen random Hát hülyeségeket ugye csinálnak, nem? négy főig tudnak, tehát most Ja, ketten itt vagyunk, ezért. összesen 4 lehet. Csak a sok fős multi, tankolj ebből amúgy meg. A sok fős multi az a baj, hogy a, látjátok, ez a kettőnél is van szinkronizási probléma. És itt most nem arra gondolok, hogy betöltés izé, hanem, Ja, na hát nehogy már. az még hosszabb lenne az a móka. Az igen, az hosszú csörlő, apám. Na, te épp, hogy elérte. Na, akkor 4 pótkocsival. Hát ezeket a pótkocsikat se ennek szóbb találták ki. Nem tízik meg. Hát ugye inkább kamion után. Meg egyébként ennek az MTZ-nek sokkal kopottabb a festése. Tök vicces, ilyen le van már rúgva rendesen. Ennek a másik Mindjárt, modnak. mindjárt csak. Jó, Na, közelebb csőrde. csak nyugalom.
Jó, kár, hogy egyébként nem lehet, mit akartam mondani? Úgy csörlőzni, ugye, hogy ketten egy dolgot Na, például. akkor bemegyünk itt? Figyelj, rád bízom, ne engem szígyalak. Nem, Na. egyébként, figyelj. Én kitaláltam, hogy hogy lehet legegyszerűbb, legkönnyebb, ugye, hogy két pótkocsival vegyünk, csofört MTZ-kkel, innen már rád van bízva. A könnyű része a tiéd. Jó, basszus. Csak hülyeskedek ám egyébként, de tudom, hogy ez egy kicsit nagyon durván túlvállalás. Azt a mézte, mint az őrült apám, hallod? Hát viszi azt a két pótkocsit, mint Foxy a lábtörlőt. Én azon gondolkodok, hogy Fiatben nem volt nagyobb motor. Nincs, nem volt nagyobb motor? Szerintem Ez jobb. biztos innen, mert... Ez megy, nagyobb megy. És én csak egy... Én ugye egyen nagyon motort tettem bele, tehát nekem a másik motor van benne. De... Ugrik. Nekem ez a gyél, úgyhogy ezzel kell elboldogulnom itt. Úristen, át a vizen? Jaj, Hát Istenem. muszáj lesz. Mi Ha ez? még nem tudunk repülni ennyi póttal, akkor muszáj lesz átmenni Szerintem ilyen. még lehet, még az is meg fog történni. Köveket kerüld. Oké, lefele megindulok, mint a tavaszi virágok, ez azt. Ugye én tököm babonát, lehet beelőzöm Bencét mindjárt, figyelj. A karácsonyfa kivéve. Úristen, mi lesz itt? Na, jó van. Volt már itt erre autó? Á, volt majd, te be lehet ide jönni. Meg ugye lesz a idő. I am underwater, help me. Jó, szerintem ennyi volt az én pályafutásom, hallod? Úgy beállt, mint a gerely. Jól van. Mennyi, csak figyelj, ameddig tudsz, vagy nem tudom, vagy ez nagyon hamar lekotlottam, nem? Egyel előbb, mint kellett volna. Megpróbálom. Igen, tehát lehet egyenlő. Hát ebben nulla marad. Nulla darab benzin maradt, jó van. Megpróbálom kikepisztetni innen magam. Még. Hát ez nagyon alulmúlt a várakozásokat most ez az én teljesítményem. Semmi gond, minden rendben van. More! Nem jött össze a mutatvány itt nekem, hallod, nagyon. Oké, várjál, még a kell a íze is. Hozom, minden rendben. Botbrejre Egyébként ez a legdühítőbb, én is múltkor valamit akartam segíteni, pont nem tudom, jó, tátrávalót belkepesztettél, amire odaérek, arra kiszedi magát. Na értem. várj! Igen, ott a fák között. Hát, egyébként, hát, hát kire, az őrül, aki ezt kitalálta, hogy ide kettő darab. Pautkocsival kell bejönni! Nem tudom, de szerintem ismerem. Jó, én néha itt egy kicsit taktikai szünetet tartok, oké, jó. Ja, hogy alattam van egy kő. Nem izó. Perfect. Picit, amíg elmentél segíteni, ideig alvázik süllyedt az első pót. Ha jól sejtem. Íha, menjek segíteni? Nem kell. Már. Kire fogyjuk az Menjek így. üzemanyagból? Igen. Ne gyere rá ezekre a kövekre, ha lehet. Oké, hát ha addig még eljutok ér. Az igen.
Azok olyan idegesítőek, csúsznak, semmi tapadás nincs rajtuk, nem? Ja. Mindjárt. Semmi gond, csak én is itt próbálok helyezkedni, mert a második pótom az még nem érzi a akaratot, hogy kijöjjön onnan. Ezek a rohadt kövek. Ugye, én átmegyek, szedek lendületek és átmegyek. Jó. Lendület kell, mind a kettőnknek. Oké, okay, oké. Úgy érzem. Minden oké? Okay. Bármi van, szóljál. De minden, ura vagyok a helyzetnek, hallod? Komolyan. Majdnem. Ameddig nem borulsz, addig oké? Nem, szuper, én nagyon jól vagyok. No, mondjuk most már vissza is tudnak pakolni, de azért nem boruljunk fel. Az még pakkolható. Miért látod? Igen. Így én meg így suvákba, ujj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 j
Jó, hát mindjárt megoldja. Semmi gond? A rohadt életbe, hogy elsakad a sörbe. Nem hiszem, hogy itt izék vannak, csak ilyen bilifák. Isten. És még abból szempontból is jó ez az MTZ, hogy itt a csőlő sincs túltolva. Tehát lát, ugye vannak elég sok mód. És ugye valamelyiken van a, ugye autonomous csőlő, meg mit én tudom. De igen. Még erősített autonomous csőlő. Uh-huh. Itt meg szépen külön van. Szedve aztán csá. Leesett? Nem, minden rendben. Még a feltételezés is sértő. Ó, bocsánat. A legnagyobb baj egyébként az, hogy rohadt csörlődés, itt semmi nincs itt, bazd. Meg ezek a kicsi fák úgy törnek ki, én a szar. Hát igen. Aha. Nem jutottál még át? Kövek. Vagy... Ja, azt hittem megvársz. Kövek, meg hát nagyon sár azért. Szóval, ja, itt igen, itt neked is problémák lehetnek. Most tudom, gondolkozok, hogy nincs egy alternatív útvonal, de biztos nincs, mi? Nincs. Ujj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 
ne torony irányt, mert vannak fák, gondolom azért vannak azok a fák, de... Nem tudom. Az akkora köveg vannak itt. Hát a nem hiszem el neki. Mi ez? Ott van egy kis polszki a kerék alatt, vagy nem tudom mi az. Kis polszki. Akkora valami nagy böcek. Na, akkor legyen sötét. Legyen tánc. Hát, ahogy akarod, de amúgy azt tudod, hogy te csak egy pótot hozol most. Hagyjál! Hát, ez szándékos. A koncepció? Ez a koncepció, mert egyet körülbelül el tudod rágni. Na, megyek is vissza a másikért. Te meg visszajössz szembetetni engem szerintem át, mert ez, hogy nem fog itt átmenni, az Hozier. Mert ez az úton nem tud átvenni. Úgyhogy én ide húzkodom ezeket a pautokat. Okosba. A köveket, aki ide rakta, törjön el a keze.
tudok annyiba menni, bár már rendesen fáj álltam abba a traktorba. Na. Annyit pattog. Hát a csőb. Mire vállalkoztam? Tunk. Jobban mondva Te tunk. ötleted volt, kettőt egyszerre. Hát egyel is szenvedés lett volna itt, hallod? Ez nagyon kemény az hely. Ó, már látom a pásztákat, ahogy jössz, fénypásztákat. Ja. Ha, és már reggel is lett. Várja, várja, várja. Az lehet, hogy jövök veled majd. Nincs elég bajod, mi hallod? Még rácsörlődök. Na, ez az jó van, így most már be. Toljad neki! Gyorsabban! Toljad neki! Ú, te. Best ever index kép egyébként. Ahogy két traktor húzza egymást. Komolyan. Ez nagyon adja. Ja, ez a nyomod a gázt neki. Várja, kéziféket kiengedem. Nem vagyok, de valamilyen lassabban haladnánk. Tollak. Nem, figyelj, ez nem is vontató köt. Azt a betyár rendes ízet csinálok, de folyót hallod. De ha nem mondom neked a trailerednek, neked nem is forog a kereke, hanem így csúszik. Ja, ez nem vontató kötél, ez vonórúd, és úgy tollak igazából. Ja, jó. Jó, hogy ezek nem szakadnak le egymásról. Hát még jó, hogy neked az izét. Egyébként gondolkoztam, hogy te is egy ilyen 82-essel. De hát lehet, hogy azt már azt mondtad volna, hogy oké, okay, akkor köszönöm szépen. Hát lehet, akkor azt mondtam volna, hogy ezt a két pótos akciót felejtsük el. Elment az interneten, bocsánat. Szia. Jó, ez faszom, megyünk. Tollak. Azért látszik mennyire. Szétjártuk mellettem. A két pót főszántotta. Ja. Kicsit környezetszennyezők vagyunk. Kicsit már csak 50 literem van. Úristen. Még lehet benzint kell hozni. Nincs, várj, nem, nincsen kannába. Nem, javításpont van. Elfelejtettem rakni, így lehet a fülkébe rakni ennek kannába. De mondjuk a... Na, én ezt itt hagyom. Oké, rendben. Ibaza. Ezt megmászom a következő nagy akadályt. Hát én lehet, hogy egy pótkocsival fogok fölvenni, vagy nem tudom. Hát ez... Megy ez két pót kocsival? Szerintem nem. Ez egy borzalom. Nem akarom lenézni szegény, de... Várjál! Állj meg! Jó, csak előzök. Azt mondja, előzök. Na, mindjárt. Bassza. Itt kellene fölmennünk? Aha. Oda nézz. Az öreg. Igaz, hogy egy pót kocsival? Ketyeg szépen, mint az óramű. What? Mi történik? Húzlak téged is! Tudom. Valahol át kéne menni. Jaj, hát itt egy kicsit izé.
meredélyes lesz a téva. Megpróbálom. Még és nagyon picit menj előre, jó. Arra hagyjam meg, nem érem a pótot, mindegy. Én visszajövök, visszajövök érte, mert hát én nekem biztos, hogy nem menne fel kettővel. Úgy csak föl ne boruljak. Eszméletlen szar a talaj. Vagyis a... Jaj, de jó. Oké. Hát mindjárt ott vagyunk. Jó, én itt megállok. Jó? Csak vissza ne guruljon, more. Hallod? Nem tud? Egyszer azt mondtam, nem tud. De jaj, elszabadulnak, de úgy. Az úgy szuper lenne, hogy bevágod de alulra. Bassza meg. Jó van. Visszamenjek veled, vagy felhozod azt a kettőt? Persze. Én azon gondolkozok, felhozom azt a portot, és hozom Benyát. Egyébként nem tudtam, akkor van nálam 120 liter, meg én csak 80-at tettem egész végig. Várjál, felborultam. Pa. A nagy kapkodás. Várjál. Stop. Végre valami hasznomat. Nem hiszem, hogy nem áll fel. Hát ez nem. Így nem. Ja. Azt a fát nem éred el? Pont nem. Erre lefele biztos meg tudlak látni. Ó, azt elérem. Várjál, itt szerintem egy... jó pont jó lenne. Oda? Ahogy érzem. Hát nem hiszem el, komolyan mondom. Ugye föltaszajtalak. Ó, tehát mint a büdös bogár, hát nem hiszem már. Ez ilyen. Na. Mi a... taktik? Ne se tudni. Valahogy... Csak rá ne húzd magad arra a fára, mert akkor lehet izé az harakiri. Ú, itt van egy nagy vízmosás. Várj, hallod? Engedd el. Azt próbáljanak meg izomból megrántani, úgyhogy visszatolatok. Mindjárt pillanat. Jaj, így. Oké. De ez az alját csörlöztem. Az alját? Igen, a fát csörlöztem. Ne, igen. Az lehet, hogy nem lett volna jó. Hát lehet. Mi a franc van? Sti... te... Állja. Azt tudod, hogy te nálam hogy látszol? Hát nem. Hogy a súlyodat voltál. De miért nem? Hát... Én... Ez baj, hogy nincs a vázon csatolási pont, csak a tetején. Nekem most egy érdekes szemszögből látszolsz egyébként. Szerintem nem jó szinkronizál nekem. Most a tetőn vagy te konkrétan? Nagyjából igen, a tetőn kezdek lenni. Hány. Ah.
Édes Isten. Hú, de jó piszkos lett az ablak. Azt a betyár. Egyébként az jutott erről eszembe. Újabban azt látom, hogy a ruszkik azt csinálják, hogy sötétítik az MP3-eket. Semmi gond. Újra tábla. De most mit? Ott fogom, az jó. Ez a baj, fölfele kell. Beindult, leállt. Most elengedlek, visszagurulsz? Annyira? Ugye megtollak, arra lefele. Csak jó. Morel nem hiszem el, áll fel az MP3, ez miért fáj nehéz az alatt? Fáj nehéz az MT-zéd. Mindenhol van fa, csak ott nem, ahol kéne, nem? Hát, ja. Szia, hát, ja. Várj, olyan jól ment. Erre lefele, figyelj, nyugalom. Erre lefele nagyon jó lesz, pont föl fog állni, oké? Okay? Csak ne a fára csörlőzzek, így, jó, figyeld. Hátrafele. Adjuk neki. Handbrake-i. Ahogy... Ó, nehogy túl töjt! Jó. Na. Na most. Menjünk kérdel. Sikerül megfordulnom úgy, hogy nem borulok föl. Visszanézek mindig, izé, fejtetően vagy. Fejnehéz az MT, izé. Te lassan gyűsz, én meg büdös bogarak játszok néha. Jó, oké, akkor ezeket felhúzzuk a... Te hallod, van még üzemanyagod? Hát 30 liter. Te. Borulni fog. Ne! Mi az? Várjál, megtartalak. Állj meg, ne mozdulj! Mi ez a nagy luk itt, amiben belementél? Csak én is vele boruljak, mert akkor megvadulunk. Na. Nem lesz jó. Úgy. Te! Mi történt? Honnan láttam? Látcsöllőztem és elhúztál. Ne. Jó lesz. Jó lesz, figyelj erre. Nyugalom. Figyelj, én azt hittem, hogy a fapakolással baszakodtunk. Hát nem. Nem. Figyelj, jó, minden rendben van. Így. Várj, hol kellene? Itt az alján, hátul az alján, jó? Gondoljuk végig. És most egy izmos rántás. És átfordulsz. De miért nem? De miért nem? Ahhoz a nagy vához lehet, hogy tudsz kötni ehhez, ami itt van. Úgy. Csak az a tetejét. Hogy azt, jó az ugye a hátulját? Szerintem nem tudom, mit csináljuk. Mindjárt hozod a izét. T-Solid FK, vagy valami. Na. No probléma. Minden oké, okay, figyelj, várj meg. Előbbre megyek, hogy tudjak rántani. Úgy kötök rád, visszamegyek. Na. Tudom, hogy direkt csinálod, úgyis hallod. Túl jól haladtunk, igen. Igen, aztán várj, most visszavegyek. Ez nagy gáz, jó? Kicsit fölfele arra. Nagy gáz, az mondjuk ennél ten már be sebességbe. Sebességet nem találja, nem ugye gáz. A rosszabb egyebek. Várj, jó lesz ez, figyelj, ne engedd el. Elmegyek, elmegkerüllek. Fa fele. Istenem. Mit fogunk kapni? Ja. Nos, nagygáz! Ez a nagygáz, basszus, nincs nagygáz. Na miért? Mindig átfordul, mindjárt sírok, komolyan mondom. Meg én is felborulnék, az lenne az igazi vég. Jaj.
Átfordul a tetején szerinted így? Ne se tudja. Megtoljalak? Nem tudom, mit tegyek. Te az íz... Ja, nem is tudja. Ugye vagyok, nem tudod emelni most ilyenkor a... Hát nem motor. Motor nem ártana hozzá. Én meg meglöklek. Nagy gáz! Nagy gázza. Ez a nagy gáz. Affa. Jó, visszaugratom. Ne! Hogy mit hozzak ki? Benzint is kell. Feladjuk. Már mi van a közelben? Itt van a közelben egy valami, nem? Egy üres MTZ. Egy üres MTZ. Az van csak itt. Gyere Rábába, én meg jövök Csepelle. Úgyis benzin kell. Csepel? Vagy Csepel? Nem Csepel, mi az? Az a Volvo-szerű valami. Jó, oké. Na, figyelj. Oké, majd jövök Rábába. Gyerekek, hát szomorú az élet, de... A MTZ-nek is van gyenge pontja. Nincs vázán csatolási pont. Fej nehéz. Meg fej nehéz. Az igen, mi a picsa? Már röttyentem a időt Rábát. Az hogy? Ezen lehet lehagylak. Várj, figyelj, hallod? Már egy pillanat. Én várok. Figyelj, amúgy ez egy hosszú videó lesz. Az. Várjál. Nem talállak el. Na, mert. Nyomjad neki. Így legalább gyorsabban haladok én is tovább. Nem jó, nem jó. De mi? Van neked mindenféle felépítő. Csomó benzines kanna, minden is van. Ebszer! Ja, bocsánat! Jó, arra még rám mondhat, csörlőzve. Na. Ki kell jönni. Haladunk. Oké. Rába Steiger. Meg a izé. Ez nem pont ugyanaz, nem erre gondoltam. Mert ugye a Csepel gyárban gyártották a Volvo Laplandereket. Ez egyébként annak az egyik verzió. Az mit sem emeli az elejét? Én úgy látom, a tiéd. Nálam nem. Megy mind az őrület. Na igen, a Csepel gyárban Volvo Laplandereket gyártottak. Viszont rossz a high range lenne. Automata jobban megy. Hú. Nem, jó van. Nekem én meg felszórtam a dupla kerekeket a Rábára, biztos, ami biztos. Én éreztem, hogy ezt tudok elkészíteni, hallod? Jó volt. Jó, oké. Figyelj. És te a Laplanderrel akarod húzni az izét? Két tankolni. Ja, tankolni. Na, mondjuk ez jó ötlet. És akkor fölállítjuk az MTZ-det. Vagy pedig, ja, felállítjuk oda. Csak egy Rábával fel tudunk állítani egy MTZ-t. Akkor nagyon megköpködnek minket, ha nem hallod. Szerintem már biztos röhögnek. Vagy sírnak, ez a két opció van. Ja. Ki kellett hozni a Steigert. Hát szép. Azt a betyár! Kapott a gumin valami. Nagy szóval nagyon sír... Na ne. Na mi? Na ne. Ne. Mi? Állj mellém. Mi a baj? Ezt figyeld. És szemből nézd. Mert? Igen. Kicsapja az ajtókat, more. Hát az igen. Hát ez tud valamit, hallod? Ennek ez a funkció, ez kellett nekünk, mint szar a zsebbe, hallod? Igen. Ki tudjuk nyitni az ajtaját. Lehetne mondjuk kicsi strapapíron, mert amúgy a követ nagyon verik az alját. Hát mondjuk nem csoda, vegye, vissza minden az őrült. Jó, hát sietni kell. Nem mintha az az MTZ elmenne onnan bárhova is, de... Hát igen. Ez most ez, ne, ez nem szám... De egyébként figyelj, így hiteles. Mondjuk lehet, hogy én lennék már... Kezdjük újra, nem bírom. Idegbeteg vagyok. Mondjuk nem. De ez tök jó így. Most se tudom, merre mész, bazzer.
Mész Be azzal a a föld útra. mész azzal a kotlával, mint az őrült. Na, Hát... igen, na és akkor a Ez Csepel, katonai terepjárgány. ugye a Volvo cég megbízta a Csepel műveket, nem tudom pontosan mikor, hiszem a, talán a 70-es években, és gyártották ugye a Laplandereket, amik egy hasonlóak mindez. Csak nem pont ez a típus volt, nem 6x6-as, hanem egy 4x4-es. Jó, ennek az állabának lehet, hogy nem lesz akadály ez a sár. De én ezzel fogom már behúzni a izét, hallod? Itt mindjárt várj, elkapulak. Gyere velem! Ez szokott? Aha. Na, a fát megvincsültem. Várjál, most elkapta. Megindult. Oké. Okay. Eddig. Júj! A tép elfért. Ahogy nem annyira effektív, 15 liter teszik, és 80 liter a tankra. Szóval hát, gondolhatod. Ez elég veszélyes, igen. Majdnem üres. Nem tudom, mit rángassá, hát itt simán átmész. Megjött a nem jövő. Érzem, hogy akadály lenne. Megjött a Big Gun. Most kellene az az AC/DC szám. Az. Na jó van, aztán figyelj. Az a lényeg, hogy ha izét... Álljon az MTZ-re és ne boruljak föl vele. Igen, az egyszer. Ez egy jó dolog lenne. Figyelj, ezt a pautot szodébb lököm eddig, jó? Ez nagyon rossz helyen van. Útba vagyok? Köszi, útba vagyok? Várja! Azt írja, hogy konflikt van az attachmentnél. Lehet, hogy te vagy az a konflikt. Hát igen, némi Na, igen, van. Már beszélni sem megy a végére. Nem nagyon akarja jót. Jó, ez a lábában nem lesz gond, úgy érzem. Úgy. Csak attól még ugyanolyan szépen fel tudod borítani a dolgokat. Na. Mi az az MTZ hang? Az a... Mondtam, azt, hogy csinálod, hogy fegve? Na figyelj! Megjöttünk. Duda jó benn? Tütüt! Izé, basic. Igen. In-game Duda. De, jó az. Na. Én rád bízom. Az nem fog barátod lenni az az MTC, szerintem egyébként elég gyengú. Nem baj, jöjjön fel. Egyébként ez az MTC, az tényleg fejnehéz, mert így húzingálod, és de csúszik végig, nemhogy fölállna vagy valami. Borzalmas. Gyere, jobb magam, hallod? Komolyan mondom. Csúszik, nem, egyszerűen nem áll föl. Jaj. Őrület, őrület. Szívrohamot kapok mindjárt. De figyelj, nem hagyjuk itt? Minek nekünk az az MTZ? Ha? Hagyjuk itt szerintem. Ez visz... Én Sök... megyek a rábával. Elbandoltam. Hát jó van. Nem olyan nagyon jó.
De nem csatlakoztatja izét. A trélent, hallod? Nem mondom neked. De akkor pedig fel kell állítani az MTZ-t. Ó, more. Ó, hát ez meg úgy nem akar már fölmenni tényleg, hát nem hiszem el. MTZ talpon! Oh yes! Yes, ez megint durt, hát ez egy kaotikus rész lesz, azt már látom. Új, vigyázz, hogy fölerüljön. És mi? Én megyek ezzel az MTZ-vel? Vagy mi legyen? Hát visszülök én abban. Jó volt a... Húzd fel ezt a másikat, mert én fölgyújtom. Jó, oké, átülök belé. Jaj. És már egyik ablakon se látok ki. Jó van. Csak felbúj! Ne buríts föl! Hallod? Figyellek, hányi basszus, tankolok. Figyellek. Hát elnézést, ez hosszú, hosszadalmas menet volt. Ez megy ez mind a izé. Nem akarom mondani, mi annyira nagyon jól megy. Lehet, hogy ketté vágom. Mondjuk ezt már a nézők tudják, de mi még nem. Hát hogyha ilyen 2,5 óra lesz, nem tudom mennyi idője mehet. Akkor lehet, hogy annyi, lesz egy... annyi ideje csak nem megy még. Lesz egy ilyen to be continue, vagy valamilyen felirat. Felénél. Oh! Na hát itt megindultál nagyod. Egyébként azt az MTZ, az felborul, azt nem tudom miért ilyen rohadt nehéz felállítani. De hát ez szörnyen nehéz, azért ennyire nem kéne, hát a kabina az egy könnyű szerkezet, az csak egy lemez, meg üveg aztán csalán. Nem, hát ugye az, hogy nincs az vázon csatlakozási pont, csak a kabinon az a, ami meglövi. Jó, hát akkor én megindulok előre. Ajra, menjél már. Megint fölborulok, megint is szenvedünk egy fél órát. Jó, hát ez a vége most éppen. Küljékön kell átmenni. Tollak. Itt van egy kisebb sár, majd lesz. Tudom. Ott meg van egy tábla. Tudod, ott van az oszlopon. Tudom, nem küzgulni. Az a tábla. Vigyázz, mert ott még van egy pótkocsid. Az a táblára kiírva, hogy hülye gyerek, két pótkocsival, MTZ-vel ne gyere erre. Az van kiírva rá szerintem. Szerintem is. I'm under the water, vagy hogy van? Help me. Hát itt volt help me. Hát itt is van itt az aljában, hát nem is tudom, mi fog itt történni. Aj, nem hiszem el, hát ez annyira nehézkes, hogy haladunk, hallod? Ugye, mondtad, hogy könnyű az a pálya, könnyű. Vigyázz, beleakadtál, fölborul. Hát, hajrá, mennyi. Most csak egyel megyek. Muszáj kievickélnem innen. Erre vágok, amire ezt meg lesz ez a rész. Pedig lehet 2 órája megy már. Akkor ez 2 rész, úgyhogy az már egyen odébb van, mint ők sejt, vagy a nézők. Hú, de milyen messze van csörlöm nekem. Jaj, de jó. Na gyerünk, induljunk meg szépen. Meg ez megint, igen, jó lenne, ma meg indulnánk, mert... Megint éjjel van. Még csak este lennik. És mi a nyullik a kötél, vagy mi? Mert haladok, de az meg nem. Ja nem a... Jön az. Vagy megy az. Ez jó néz ki az a fény. Ez a sáros MTZ ebbe a fénybe igazán kitűnően néz ki.
Meg jó, hogy nincs fészkem egyébként, én ilyen nagy izék, vizek gurognak róla a homlokomról. Komolyan mondom. Már nem őszinte mosoly lenne. Aj, megyünk már! Miért nem jön? Miért én megyek hátrafele? Hogy több szakadok. De látod. A rossz sem nem ette meg. Tajbir is tud kemény lenni. Hát, jó. Mit fogok én kapni ezért, hallod? Ne! Fölül! Mit csinálsz? Miért dől föl az a portkocsi? Mi történik ott hátul? Jaj, most dől föl, figyeld. Na, menj el. Izé, elmegyek. Fölviszem ezen a lájtőn, azt majd visszajövök ezt. Hát ennek nincs el így értelme. Köllöd volna izé, egy rábos tájéget. Hát ott van. Fú. Tisztog annyi az, az MTZ, na. Azt sem tudom, hol járunk? Hova kell vinni? Messze kell még? Jézus Úristen! Nem ez lesz... Nem, jó. Kész, kiégett. Nem bírom. Na. Ezt azt hallom, egyre nehezebben bírod. Nyomom neki. Hát akkor a nagy lukok vannak itt is az úton. Miért van ilyen nagy luk itt? Föl ne dűjjé, föl dűjt. Ne! Csak a pót. Figyelj, menjünk el egy-egy póttal. Az nem áll. Visszagyűlünk. Gyengeség. Az, figyelj, erre jön magam. Ó, menjünk. Ki volt? Jó, menjünk. Figyelj, visszajövünk a pótokért, mert az enyém is föl akar dűni. Nem lehet itt keveregni az erdőbe ezzel. Meg ennyi a végsebessége, úgyhogy nyugalom. Jó van, berakom az automatát. Highway-t. És bírja már jó van. Azt. Jó. Küldjük neki most innen, már simán meg kell csinálni, mert ered vágok. Merre kell menni? Balra vagy jobbra? Balra. Egyenesen mennyi. Ja, nincs balra. Főre mennyi a vízmosáson. Milyen vízmosás? Hát ahol földöttünk. Miért van? Itt lesz az. Hát már elhagytuk. Ja? Az jó. Oké. Okay. Csoda, ne viccelj, ízébe vagy. Autó 4x4-ben van, hallod? Komolyan. Halad nagyon. Zemtéz. Így mekkora lig van itt apám. Várjál, vigyál, mert... Itt van egy nagy, jó nagy lig. Nagy vizek gurognak a homlokomon, azt látnák komolyan. Hát én meg meghalok a röhögéstől körülbelül. Könnyű az a turbós MTZ. Hú. Megnyullott már ez a vonószem szerintem, hallod? Már ilyen ó alakú, vagy ilyen ovális. Istenem. Na most itt van, éjjel van. És aki éjjel szereti, az most... Szuper. Ezt az MTZ-t, ezt hallod? Kivesszük a modok közül ezeket. Ezután csak valami OP-kkal. Puh. Jó, na, ez az erős, erős. Vissza kell menni még a két logé, vagy kettőért. Azt már nem adjuk fel, ugye? Nem, ugye? Nem, hát én elhoztam volna egyszerre őket, de... Aha, fölborult. Nem tudom, emlékszel rá. Nem emlékszem. Hú. Ide is... Izé, bazze. Percenként egy méterrel. Közlekedünk ezzel az MTZ-vel. Honnan kell bemenni, bassza? Nincs valami rövidítő. Honnan kell bemenni? Jó, nem megyek én. Van... Kész. Teljesen megzavarodott. 50 méter. Vagy nem 50 méter. 50 liter üzemanyagom van.
Itt remélem megvan még az a scoutos pót, nem lopták ki belőle, mert az kell nekem most. Meg kell tankolni. Nekem is 80 liter van már csak. Ha hova tűnt? Hát az előbb azzal a Laplanderrel most... Hallod, szerintem a kilométer óra szerint haladok 20 kilométert, közben meg 200 métert. Úgy, nem? Pú. Én amúgy nagyon jól mulatok már. Nem tudom, hallod-e. Néha, igen. Én annyira nem. Mi történik? Most miért álltunk meg? Miért állt meg ez a kotla? Villanyoszlop? Úgy. Jaj. Jaj, Istenem. Ez az MTZ, ez nem tudom, elkoptak a gumig, vagy mi van ma? Hát amennyit rugott ott a kövön, lehet. Hát most itt miért álltunk meg? Megálltam az MTZ. Valami nem stimmel itten. Hova tudok csörlőzni? Sehova. Van még benne 89 liter. Egyszerű. Akarat nincs az MTZ-be. Nyúlik a vonószám, de előre nem megy. Beállt ez a rohadt pótkocsi, hallod? Meg tudod tóni? Szerintem a kerítésen koránon megakadtunk. Az olyan fényár van, rendesen még a fényet olja majdnem a pótkocsit. A fotonok. Hát... Ó, ugye. Te mi most nem áll belekülsz, vagy mi van? Hova mész? Megkúsztok előről, baszd. nem hiszem, elmenekült. Jó van. Ah, fújik a könnyen, baszd. Fölneporuljak. Az még hiányzik. Hol jársz egyébként? Csak ilyen nagy fénycsóvák látszanak, mint az UFO-k jönnének, vagy nem tudom. Hamon van ez. Lehet valami segítséget kell igénybe vennünk. Mi van? Itten nem tudom, mit rugatjuk ház előtt szerinten az MTZ-t, biztos örülök neki. Biciklivel nem kell hónap elmenni a boltba itt, azt hiszem. Egy laknak, nem? Vagy mi van? De most miért állt meg? Persze, itt van bazza a betonoszlop, hallod? Kidűt a betonoszlop ide pont az útra. Komolyan! De majd a videóban meglátod, ide itt van egy ilyen betonoszlop. Pont beledűt az útra. Dudálok egyet. Na. Csirkedót kiugrott. Jó. Hajrá. Mehetünk. Szerintem nem lesz jó. Edült a izé. Figyelj, én már most megőrültem attól a sötéttől. Reggel lesz. Jobban látjuk a mi a helyzet. Látod ott a betonoszlop? Nálad nincs ott. Dehogy nincs. Nem jó. Ott van egy betonoszlop. Most meg már nincs. De most mibe állt be ez, hallod? Na húzzad meg fele. De most gyúlik a kötél. De most komolyan ez mibe állt meg? Én ezt el nem hiszem, hát. Még a részre én mondtam volna, hogy nem választottál bele. De, hát, de ez mi, mert nincsen ott semmi. Na. Na, úgy van. Hát mi jó? Ennyire még nem ad be semmit. Hát ezt tud... Ó, te ilyen... Össélye. Megpróbálod te? Igen. Na. Te se jössz ki. Ez nem akasztottam már egyáltalán? Le. Hát, mi a fasz van? Na vigyázzál, mert jövök. Várjál. Menjen onnan, ott egy oszlop. Jó az nekem. Nálam nincs ott új, de én is megoktam. Na végre. Mazze. Hát még üresbe se akart kijönni az a Gani MTZ. Bazze, mi van itt? Hát hogy lehet ebkor a Ganiba létezni? Nem tudom, kedves nézők, emlékeznek-e arra a kijelentésre. Ez könnyű. És a tiéd meg viszi mind a rongyot. Hát hogyan? Hú.
Az enyém leakasztottam, az MTZ még mindig egy helybe állt. Isten, mi van itt? Itt van valami siló. Meg itt van egy jó pótkocsi. Itt a. Igen. Nagyon jó. De ezt még lehet is vinni. Hát vigyük. Hova? De... Te találják ilyen vad gondolatokat. Na, jó van, oké. Meg vagy? Segítettem. Meg. Jó, még... De... Két pótért vissza kell venni. Menjél, mert főböklek a villára. Azt a... Hozod azt a izét? Pautot? Minek? Tankoljál. Hol van a tank? Hát ott a scout izéni. Itt még tankok is vannak. Jó van. Na, menjünk. Megyek. Van még 32 liter üzemanyagom. Hűha! Hát ez két rész volt akkor. Most már szerintem észrevették, észrevették a srácok. To be continued. Most meg miért lett 0 literem? Ja, mert a másikba áttöltöttem. Jó van. Jaj. Édes Istenem, ezek a ruszkik itt ezzel a izével, ilyen helyeken hídereznek. Te édes, fú. Hát én már nagyon megőrülök. Nem gondoltam volna, kaját sem hoztam magam. Tudtam volna, ide hoztam volna egy tányér csilisbabot, de tényleg. Én olyan éhes vagyok már, hallod? De rendesen, tényleg. Én is kezdek, az a baj. Tudtam volna, idehozom a csilisbabot kenyérre. Legközelebb fölkészülök, komolyan. Nem lehet így elmenni az erdőre, hogy kaját nem viszünk. Ilyen szendvicseket fogok csomagolni legközelebbi felvétel elé. Nem, legközelebb szólnom kell, hogy ez nem jó ötlet. Egyébként, srácok, azt nem tudom, ez úgy egybe lett fölvéve, az előző meg ez a rész, most már így, akkor így kimondhatjuk, hogy valószínű, hogy ez ketté van vágva. Igen. Oh, Istenem. Szóval a kommentreagálós videó, majd ezek után megy ki. Ja. Most már elvesztettük a fonalat, hogy... Nem gondoltuk, hogy az eddig fog tartani. Ennyi ma. Miért egy per... Na, jó van. Fölváltam. Figyelj, tök jó, mert így tudjuk egymást húzni majd, hogyha egy portkocsival megyünk. Úgy kellett volna, hogy külön egy-egy portkocsit vinni. Fölösleges volt ez a kettő. Igen, de még szerintem az előző részben azt mondtad, hogy jó lesz. Ja. Tudod, mit kéne ezeket a köveket összeszedni egy ilyen tolólapossal, fönszórnia egy platósra, és akkor így előre lehetne gondolkodni, tudod. Utat javítani. Beszórni a lyukakba a köveket, ilyenek mehetnének. Te, az hogy burult fel? Ja, az borult? Azt hittem, hogy a tiéd borult fel, mert mondtad, hogy felborult. Hát, hogy a tiéd, ezért jobb helyen van az enyém, ezért... Hát, nagyon rendes vagy, komolyan. Átadtam neked. De azt ezután soha ne engedd meg, hogy ezzel az MTZ-vel jöjjek, ezzel a kis kapiban. Ezután azt nem fogom megengedni, hogy ilyen oltári hülyeségeket kitalálj, hogy két pótot húzzunk egyszerre. Határeset? Nem határeset, ez... ez maximum úgy volt határeset, hogy itt a határt lebontották. Jaj. Jó, hát megyünk. Haladunk. Figyelj! Nem tudom, mit szoktak mondani, hogy mi nem épült fel egy nap alatt? Jó, nem tudom. Valami szokott ilyen mondás lenni, valami, nem tudom mi is, nem épült fel egy nap alatt, de arra se vegye meg ezt az MTZ-t. Amúgy nyugodtan állíthatom, hogy fixen két rész, mert jelenleg egy óra, vagy mi 144 perce vagyok benne játékmenetben. Jaj. Szóval két is, majdnem két és fél órája küzdünk. Nem! Nem hiszem el. De várj, mi 1 óra 40
perce vagy a játék Nem, menet? 144. 144? Új. Jaj. És ezt egy ilyen nem modor gépekkel, kis egyszerűen milyen gyorsan meg lehetett már csinálni, mi egy ilyen küldit. Egy órába belefért volna, igen. Azt a betyár úr istenem. Jó van, oké. Okay. Legközelebb tényleg valami jó pékkal kell menni. Már átnézed legközelebb a gépeket. Fú. Melyik lesz az a sarkallatos pont, ahol elfogom, vagy elvágtam a videót, mert ugye most már ők, akik nézik, ők tudják. Amikor felborulsz? Az volt a fele kávé, nem? Nem, szerintem a izé volt a fele. A rakodás. Rakodás? Oké. Okay. Tök érdekes, de nem tudom. Fura egyébként, amikor ilyen videó szempontból ők már tudják, amiről mi így még csak gondolkozunk. Kicsit ilyen időlúpos dolog ez. Hát itt voltak időlúpok, igen. Volt, amikor szinte meg is állt az idő. Igen, voltak olyan pillanatok. Na. Á, jó van, ezt az MTZ-t el lehet felejteni szerintem nagyobb munkákra. Ezt tényleg vissza kell dobni. Ráadásul ugye ez ilyen scout járműnek van besorolva talán. Igen. Aha, jó. Vagy ne középen gyere át, hanem a szélén. Ura vagyok a helyzetnek. Tudom. Gyórá is azon voltunk. Az a jó ezzel az MTZ, vagy nem gyors, és igazából ilyen hirtelen dolgok nem történnek, vagy így mész, aztán... Az biztos. Milyen rossz lenne érted ilyen 100-an vagy 50-nel kéne menni itt. És akkor a úristen, hirtelen történt egy esemény, amit nem tudsz lereagálni. Hát itt ilyen nem fordul elő. Ó, Jézus Isten. Itt a sárosodás mennyire jól néz ki, nem? Hogy ilyen fényes, meg ilyen tényleg úgy látszik, mint rárakódna. A koszolódás. Jaj. Azt a betyár, úr istene. Dobj egy lasszót nekem, more. Aztán izéljük, haladjunk. Ez az. Érdekes, hogy leginkább akkor szakad el a csörlő, csak amikor két irányba húzunk, nem? Mert így nem lehet nagyon kipróbálni tényleg a gépeket. Traktor pulling. Ott nem tudunk vagy ilyen 1v1-et csinálni. Hát ezt az utat is jól szétjártuk. Hát igen, itt. Szerencsétlenek szidnak minket majd hónap. Ezek a közeliek, ezek rohadt jól néznek ki, amikor így mondjuk egy fél oldalt hátulról mutatod a traktort, de föld közelből. Jézus Mária. Valami tárák bőgtek. Farmon? Ja. Tején is tálom mellett. Akkor lehet, hogy az lehet. Olyan volt, mint a tejénbőgés lenne, de akkor lehet, hogy az is volt. Ámore! Leakasztottál rólam, ilyen, mint hogyha... Meg is állt. Megálltam. Hát ez az MT, ez nem, ennek nem sok értelme van már. Ezeket el lehet felejteni, szerencsétleneket.
beakasztottam a kőbe. Legközelebb maximum váltunk egy kategóriát, 10.000 franc. Meg azt hiszem van egy izénk is, nem tudom, valami olasz traktorunk, Lamborghini-ing. Hát ott 1050 kell mellett a 1065 is. Ja, az is, azokkal azért el lehet boldogulni. Jó. Jaj, de jó. Megtörtént az esemény. Csak sikerült, nem? Ha? Nem volt ez annyira rossz. Várj, ne mozdulj! Nagyon jó. Oké. Jó volt ez. Kicsit nyögvenyelős. Akkor elbúcsúzzunk? Miért meg te vezel valamit ezek? Igen, megenni a csilisbe volt. Na, akkor köszönöm szépen a figyelmet, srácok. Hát ez kifejezetten jó volt szerintem. Flottul működött minden. Minden a terv szerint haladt. Igen, tök jó volt. Na, köszi. Sziasztok. Sziasztok. Szia, Bence.